Rákosmentő önkormányzatának hosszú évek óta fennálló célja, hogy minél korszerűbb körülményeket teremtsen a kisgyermeknevelő intézményekbe járó gyermekek, valamint az ottani dolgozók számára. Ennek érdekében az elmúlt években számtalan fejlesztés valósult meg kerületszerte. Az aktuális és jelenlegi zajló munkálatok 3 bölcsődét, valamint 1 óvodát érintenek. Utalt rá dr. Bakos András, alpolgármester. Ez a Gulyafészek bölcsőde és a Csicsergő óvoda, ezek vannak egy épületben, a Mirmur bölcsőde, illetve a Kipkop bölcsőde. A két különálló bölcsődét külön venném, ugyanis itt a klasszikus hőszigetelésre, a klasszikus szigetelési munkálatokra fektettünk nagyobb hangsúlyt. Ezek azok az intézmények, amely egyik a Kipkop bölcsőde, ami az összefogás óvodával van gyakorlatilag egy épületben, ahogy a Gulyafészek a Csicsergővel. Itt már az összefogás óvodának megtörtént a homlokzati hőszigetelése, a tetőszigetelése, a szükséges, ahol szükséges volt nyílászárókat cserélni, azokat is megtörténtek, valamint a bejáratok felújítása. Úgyhogy az épület egy picit féloldalas volt, tehát az összefogás óvoda az kész lett, de hát a Kipkop bölcsőde az még erre várt, úgyhogy most ebbe az évben sikerült ezt megcsinálni, tehát új homlokzati hőszigetelést kapott, a bejáratot, illetve az előtetőket megújítottuk, új színezést kapott. Az alpolgármester hozzátette, hogy a Mirmur bölcsőde esetében szintén homlokzati hőszigetelést, valamint tetőszigetelést hajtottak végre a szakemberek, amivel sokkal energiahatékonyabban tud majd üzemelni az intézmény. A Gulyafészek bölcsőde, valamint a Csicsergő óvoda vonatkozásában pedig, amely épületek egymás mellett találhatóak, egy beázással járó problémát kell megszüntetni. Önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy ezt egy sátortetővel fogja megoldani, úgyhogy itt a teljes tetőzet kicserélése, illetve a lapos tetőre egy sátortető felhúzása van folyamatban. Ez egy nagyobb munka, itt a bölcsés és óvis csoportokat is el kellett költöztetni, mert nem tudtuk úgy megoldani, hogy minden problémát kizárjunk, tehát a gyerekek inkább ne legyenek itt, és úgy hajtjuk végre az egésznek a felújítását. Dr. Bakos András végezetül elmondta, hogy a kisebb munkálatok jelentős része decemberben befejeződik, a nagyobb volumenű fejlesztések pedig az időjárás függvényében legkésőbb jövő év januárjáig szintén lezárulnak. A városvezetés tervei szerint az energetikai korszerűsítésre irányuló projekt sorozat 2025-ben a Csibe bölcsőde, valamint a Rákosmenti Csillagszem óvoda felújításával folytatódhat majd.